Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te veletek. Szent István király ünnepén, a király városában tisztelettel és szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Köszöntöm azokat, akik a kolostor kvadrumába figyelik, kísérik figyelemmel a szentmise eseményeit, és köszöntöm azokat, akik otthonaikban a televízió képernyőjén keresztül vannak velünk kapcsolatba, és alkotnak velünk egyetlen lelki közösséget. De kiemelten is köszöntöm paptestvéreimet, akik a városi lelkipásztori szolgálatot vezetik. Köszöntöm Székesfehérvár polgármesterét, alpolgármestereit, és a hozzánk látogatott Richard Arnold és Svévisgemündi polgármester urat és a vele együtt kíséretébe érkezetteket. Köszöntöm Fejér megye közgyűlésének elnökét és alelnökeit, kormány megbízott urat, köszöntöm a járási hivatal vezetőit, a honvédség, rendőrség, katasztrófa védelem, megyei és városi vezetőit, a megyei és városi közintézmények, társadalmi szervezetek vezetőit és képviselőit, a történelmi vitézi rend, a lovagrendek vezetőit és tagjait, a templomban megjelent kedves híveket. Adja az Úr, hogy ünneplésünk lelket formáló, akaratot erősítő és így jövőt építő legyen a magyarnak, hiszen fontos és szép, hogy visszafelé nézünk, és csodáljuk Szent István nagyszerű alakját, de tőle tanulnunk, világosan látnunk kell, mit kell nekünk itt és ma tennünk. 1893-ban, augusztus 20-án írta Prohászk Ottokár, akkor még nem mint székesfehérvári püspök, de mint teológiai tanár és professzor. Ha az emberiség új hajnalt vár, s nem akar éjben irányt vesztve botorkálni, oda kell zarándokolnia, hol megtanul a végletekbe tekinteni, az örökké valóságra törni, a kereszténységhez, s annak egyedüli életképes alakjához, a római katolikus egyházhoz. Az erkölcsök lazulásában, a szenvedélyek elszilajosulásában, a proletarizmus harcaiban, a társadalom bomlásában, a magyar kereszténység első hősi alakja István király igazítsa el a nemzet minden igaz fiát. S midőn magunkat ellenséges hatalmaktól körülvéve, eszményeinket bepiszkítva, természet fölötti hitünket kigúnyolva látjuk, midőn az egyház a közvéleményben leszorítva intézményeit, mint tört hajónak árbócait és kéményeit a tengerből, a múltat elsöprő árból kimeredni szemléljük, tartsunk ki híven a kereszt zászlaja alatt, mert csak itt akadunk a nemzedékek emelésének és üdvözítésének talizmánjára, a végtelenbe való tekintetre és az örökké valóság és halhatatlanság rendületlen reményére. Kicsik volnánk, ha 100 év múlva kíváncsiak volnánk, hogy 100 év múlva mit fog mondani a helyen Szent István napi szónok, de azt gondolom, hogy a szónok is, és még ékes szólóban a 100 év történelme is hirdetni fogja Scheffler Lipót szavait, istenei viszik az embert sírjába, a hamis istenek, a bálványok, azok a téves elvek és nézetek, amelyeknek az emberek hódolnak. Gyenge eszmék, gyenge, beteges nemzedékek, erős gondolatok, hősies lelkeket hordoznak. Mi élni akarunk, élni örökké. Ó, akkor nézzünk a végtelenbe, s törekedjünk az örök életre, mert a mi krédónknak két sarokpontja ez.
Credo in unum Deum et vitam aeternam. Hiszek Istent s örök életet. 1983-ban így írt Prohász Kotokár, s az ő gondolatai bennünket is kell, hogy lelkiismeret vizsgálatra indítsanak. Vajon hogyan tekintünk múltra, jelenre, jövőre, prohászkai intelmek szerint, Szent István életének fényében. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat. Akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavamra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenge sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az eszüket.
Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmánságot műveltek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őre hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgat a tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Örömmel halljuk mindannyian a hegyi beszéd csodálatos, szívet, lelket melengető szavait és tanítását, és örömmel halljuk ennek a beszédnek a végét a sziklára épített házról. Azt gondolja az ember, a ház, amit így módon sziklára építettek, nem csak szilárd, de biztonságos is. Az így fölépített háznak lakói kényelembe hátradőlhetnek, biztonságban vannak. Védelmet élveznek e világ erőivel szembe, de védelmet élveznek,
mindenféle más, sötét, alvilági erőkkel szemben is. Ezt várjuk az egyháztól, és ezt várjuk mindattól, ami Krisztus szavai szerint az ő tanításaként, mint egy sziklára épült intézmény. De látjuk, az egyházat születésének pillanatától kezdve folyamatos üldözések érik. 2000 éves történelmében mindig is így volt ez. Üldözték, elpusztítani akarták, elhallgattatni, eltüntetni akarták a régiek, és ha nem is olyan nagyon régen nyakunkon ülők, és az idegenek, akik jönnek, és a maguk kultúráját akarják a miénk helyére tenni. Az egyháznak küldetéséhez ragaszkodni kell. Az egyháznak létét nekünk kell szolgálni. Szikla alapra épült az, de nem a kényelmes biztonságot jelenti, nem a felelőtlen várakozást jelenti, nem valamiféle furcsa reményt, amelynek nincsen semmi alapja, és amely nem az evangélium reményből táplálkozik. Jól értette ezt Szent István király. Rá is alkalmazza az egyház és a történelem, hogy ő, mint Isten embere, szikla alapra építette a házát. Azt a házat, amely nem csak az ő lakóháza volt, nem csak az ő biztonságot adó vára volt, hanem erre a szikla alapra építette országát és nemzetét, amelyet ő maga védett és őrzött, amíg arra ereje volt, és amíg földi élete tartott, és amelyet földi életének alkonyán utolsó emberi tettével a szűzanyára, mint magyarok nagyasszonyára bízott. Az idő őt is igazolta. Ezred éve itt vagyunk. Ezred éve velünk van az egyház. És ebben az évezredben mennyi küzdelem, mennyi szenvedés és mennyi harc volt. Mindig akadtak, akik mást akartak, akik másként akartak, akik valami újra vágytak, vagy akik éppen a régire vágytak. Hogy az egyház megmaradt és velünk van, ezért köszönhetjük kultúránk oly sok alkotását, oly sok intézményét, így köszönhetjük a mi életünk színes gazdagságát. Ha visszatekintünk erre az 1000 évre, és látjuk a küzdelmeket, vagy visszatekintünk az egyház 2000 évére, és látjuk a küzdelmeket, a maiakat és a régieket, legyünk biztosak abban, hogy jó úton járunk. Szent István király sokféle erénye mellett az egyik legfontosabb erénye volt az, hogy ő bízott abban, meg volt győződve róla, hitt abban, hogy amit tesz, az életet és jövőt szolgál, az jó, az egyedik Isten szándékával, az az embert teremtő Isten akaratának a megnyilvánulása is. Szeretett testvéreim, a harcok nem múlnak el. Maga Krisztus is figyelmeztetett erre. Aki őt akarja követni, annak keresztet kell hordozni. Ő nem hozta el számunkra a kényelmes, langyos békességet, hanem harcot hozott. Nem véres harcra gondolt, nem fegyverekkel vívott harcra, de szellemi harcra,
amely hitvallás, tanúságtétel, keresztény élet, keresztény erkölcs, keresztény kultúrához való ragaszkodás. Mindezt oly sokan megkérdőjelezik ma is. A hitet elrelativizálják, és oly sokan vesztik el a hitet. Sokan mondják, hiszünk a magunk módján, hiszünk, de nem úgy, hiszünk, de nem az egyházban, hiszünk, de nem a papoknak. Miben hiszünk? A jósnőknek, a jövendőmondóknak, a horoszkópoknak? Valamiféle magunknak kreált hitben hiszünk? Hogy mit ad ez a magunknak kreált hit? Látjuk az emberek lelki gyengeségében. Látjuk a társadalom lelkének megroppanásában. Látjuk, hogy hit nélkül az ember bizony akármilyen derék, akármilyen tehetséges, mégiscsak gyenge. Nincs ezen mit csodálkozni. Isten teremtette az embert, és az embert hívőnek teremtette az Isten. S a hitét elhagyja, kidobja, elveszti, valami nagyon fontosat veszít el. Furcsa, hogy a családoknak valamiféle új képe jelenik meg az emberek előtt. Nem az, amit az egyház hirdet, nem az, ami az Isten teremtő szándékában van, hanem valami egészen újszerű, valami egészen idegen. Születik ebből élet, születik ebből békesség és boldogság, születik ebből az életet szolgáló, ragyogó szem és mosolygó tekintet, gyermek szülei felé nyújtott keze, és születik ebből az elaggott betegnek gyermekeire támaszkodó bizalma, melyre saját jövőjét is építheti. Látjuk, születik tobzódás, születik széthúzás, de hol van a jó gyümölcse? Nem kell őriznünk azt a keresztény hitet, amelyet Szent István is befogadott, a nemzetének adott, és amelyre mint szikla alapra építette országunk és nemzetünk jövőjét. Nem hagyhatjuk, hogy a magyar kultúra, ennek a nemzetnek gyönyörű szép nyelve, ami népünk lelkéből fakadt gyönyörű szép dallamok, mind-mind semmivé váljanak. Mindez nem arra való, hogy a népek valami nagy katlannyába közössé olvadjanak, vagyis semmivé váljanak, hanem arra valók, hogy minden embert gazdagítsanak, hogy minden embernek a lelkét gyönyörködtessék szépségükkel, hogy a világ ilyen szent színességével legyen egyre gazdagabb az emberek történelme. Szent István mindezt valahogy csodálatos módon tudta. Tudta, mert az árpádháziak tehetségesek voltak, mert benne volt a magyarok ősi tehetsége, szellemi, lelki ereje, nem csak a testi. Tudta, mert hitében szemlélte az Istent, és az imádságos lelkében megértette az Isten neki mondott szavát. És mi megértjük-e? Szent István, akire emlékezünk, aki erekéiben itt van velünk az oltáron, ez a Szent István tudta, hogy az, amit tesz, az fontos, de tudta azt is, hogy folytonos kihívásokkal kell majd szembenéznie. És most rajtunk a sor. Nekünk kell ezekkel a kihívásokkal szembesülnünk, nekünk kell elmondanunk a magunk véleményét, nekünk kell kiállnunk amellett, ami ezt a nemzetet megtartotta, megőrizte mindeddig, amely valójában nem más, mint az, amiről Prohászka püspök úr több mint 100 évvel ezelőtt beszélt. Szent István bátor volt,
erős volt, hitvalló volt. Nincs más útja ma a magyarnak. Aki felelős a jövőért, annak így kell alakítani a jelent. Annak ezekkel a lelki erőkkel, ezekkel a lelki képességekkel kell rendelkezni, ezeket kell magába kibontakoztatni, oda kell állni, ahol ezeket az erőket fölfedezzük, és látjuk ezeket az erőket, és akkor nem kell félni, mert sziklára van építve. Egyház, nemzet és nemzet, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közbeni járására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyházunk imájára megújuljon elkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kaszap István a magyar fiatalok példaképét és a mindig Isten jelenlétében élő Bogne Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közbeni járására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont leljünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus a mi Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt most és mindörökké hálás szívvel zengjük és hangos szóval énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Áldott kérdezünk, Urunk, és hitte vajon feltámadásra, ami annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek ebből a világból, fogadd be jónságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert a Jézus ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Testvéreim, most imádkozzuk el közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, Püspök Atya a mai napon egyházunk egy régi hagyományát újítja fel, amikor Szent István király erekjéje előtt a Szent István litániáját imádkozza el. Éppen ebben a városban, Szent István városába, ahol különleges módon is könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, egyházunkért. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úr Isten, Szent Háromság egy Isten, Szűz Mária Isten Szent Anyja, Szent István Király Isten hű szolgája, Szent István Király, ki a boldogasszonyt buzgón tisztelted, Szent István Király, kit apostolának meghívott az Isten, Szent István Király, akit az Anya Szent Egyház oltalmazójává rendelt az Isten. Szent István király, kit népünk királyává választott az Isten. Szent István király, Isten akarata szerint való király. Szent István király, ki a kereszténységre vezetted népedet. Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltál. Szent István király, ki megtérítetted pogány népedet. Szent István király, ki a békességet szeretted. Szent István király, ki az ellened támadókat meggyőzted. Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál. Szent István király, az alázatosság csodája. Szent István király, a béketűrés nemes példája. Szent István király, a keresztény szeretet élő formája. Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképe. Mi bűnösök, hogy a római katolikus hitet kiterjesszed, hogy nekünk békességet és egységet nyerj.
hogy hazánktól az ellenséget távol tartsd, hogy az Isten keresők szívét az igaz hitre elvezéreld, hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsd, hogy a régi buzgóságot bennünk megújítsd, hogy országodat békében megtartsd, megáld és oltalmazd, hogy Istennél minnyájunkért esedezzél. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Imádkozzál életünk, Szent István király. Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk, tekints szegény hazánkra, és szolgádnak István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket, és engedd éreznünk sokszor megtapasztalt irgalmasságodat, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, Szent István király ünnepéhez hagyományosan kapcsolódik az új kenyér megáldása. Most felkérem Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök urat, áldja meg városunk és közösségeink új kenyereit. Segítségünk az Úr nevében. Aki a szeged és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. És kilátásunkat. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékodért oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Úrunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érted neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünket, örök életünket és üdvösségünket adja, és aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké.
ünnepeltük Szent István királyt, szemléltük életművét, és tanultunk tőle. Készek vagyunk azzal a hittel, amely őt erősítette, szolgálni azt a népet, amelyet ő is szolgált, és amelyhez mi is tartozunk. Tesszük ezt azzal a reménnyel, mely őt is éltette nap-nap után harcaiban, azzal a bizalommal, amely a keresztény hitből fakad, hogy bátran, reménnyel, a jövőt szolgáló módon tudjunk élni, és egyre szebb és gazdagabb legyen minden igaz magyar élete, és mindazzal a lelki, szellemi gazdagsággal, amelyet Istentől kaptunk, tudjuk gazdagítani Európa népeinek igaz nagy családját. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket, mennyei atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Amen. Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát. Amen. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jelenét velünk együtt, jólétén, velünk együtt munkálkodjunk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.